8 éve épül már, igaz, pénz függvényében szakaszonként a Szabadkai Népszínház épülete. A legelső szerződőre foglaltak alapján a színház épülete már 2 éve kész kellene, hogy legyen. 2 dolog kellett volna csak hozzá, pénz meg politikai jó akarat. Ha minden igaz, most mindkettőből van, vagy lesz. Maglai Jenő Szabadka polgármestere híradónak azt mondta, a Szabadkai Népszínház épülete régi részének felújítása várhatóan júniusban folytatódik, mert a tartományi nagyberuházás alap 85 millió dinár biztosít erre célra. Ami a Szabadkai Népszínház építését illetve az idei évben a közbeszerzési pályázat folyamatban van egy kisebb módosításokat kell eszközölni a tervdokumentációra vonatkozóan, illetve a kivitelezésre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy május hónapban ez a folyamat ez folytatódni fog, és remélem, hogy június végére megtörténik a kivitelező kiválasztása, és megkössük a szerződést a kivitelezővel. Az év végéig ezt a 85 millió dinárt mindenféleképpen meg lehet valósítani. Abban az esetben az, ami nagyon fontos, gyakorlatilag az állások lekerülnek a régi védett részről, tehát csak a belső munkálatok maradnak meg, amit a gyakorlatilag ezzel tulajdonképpen a teret is sokkal szebbé tudnánk tenni. A közel 10 éve aláírt szerződés szerint a pénzelés 45-45%-ban a köztársaság meg a tartomány, 10%-ban pedig a Szabadkai önkormányzat vállalta. Azóta ezek az arányok változnak, biztató azonban, hogy a VMS hatalmi pozíciójából kifolyólag pénzt tud biztosítani Belgrádból a projektumra. A Vajdasági Magyar Szövetség programjába, illetve amely részét képezi a koalíciós szerződésnek, többek között a színház befejezése is szerepel ebben a ciklusban. Én azt hiszem, hogy ez teljesen megvalósítható, hiszen, mint ahogy említettem, a tervek azok gyakorlatilag júniusban elkészülnek, és hát egy költségvetési eszközök függvényében attól függ, hogy mikor lehet megvalósítani az egész tervet. Kell egy 2,5-3 év, hogy ez az egész terv megvalósuljon. A Népszínház épületének régi részén a felújítás várhatóan júniusban folytatódik, de a színház új épület részén a munkálatok folytatása, óvatosan fogalmazva, még mindig kérdéses, mert a városnak nem lesz pénze az építkezésre, így leginkább tartományi meg köztársasági eszközöket kell biztosítani erre a célra.